Jelenleg azt látjuk a piaci viszonyok alapján, hogy korszerű ültetvények nélkül nem tudnánk a piacon maradni. Folyamatos beruházások vannak, illetve új korszerű ültetvények telepítése. Az elmúlt időszakban 22 hektár új telepítés történt, illetve jövő évben is 9 hektár új telepítéssel fog bővülni a szőlőbirtok. Azt látjuk, hogy fehérbor kereslet irányába ment el a trend, ezért fehér szőlőt fogunk telepíteni a 9 hektárba. Áprilisban már láttuk, hogy lemaradásban vannak az ültetvények, ezért ezt jelenleg is látjuk, hogy kéthetes csúszásban van a szüretünk. Jelen pillanatban azt tapasztaljuk, hogy a piacon van egy pici átalakulás, jobban kedvelik az emberek a fehér borokat, sokkal többet fogyasztanak. A rozéboroknál az erős növekedést talán megállt, inkább stagnál, azt mondom. De ez a fehér, könnyű, fehér rozéborok iránti kereslet, ez egy nagyon erős. Erre mi is próbálunk reagálni, folyamatosan telepítünk mi is fehér fajtákat, elsősorban olasz Riesling, illetve Sauvignon Blanc, ami a pincénél jellemző. A pincészetünk 4 borcsaláddal rendelkezik, ezáltal nagyon szélesen lefedjük a borok palettáját. Mindenki megtalálja a hozzá legközelebb álló bort, illetve az alkalomhoz legjobban megfelelő bort. Van egy széles borcsaládunk, a Liszt borcsalád, ami egy ilyen belépő szint, ezek a legnagyobb palacszámú borok, ide könnyed fehér borok, elsősorban olasz Riesling, illetve rozé, illetve könnyedebb vörös borok tartoznak. A második borcsaládunk a Kajmád borcsalád, ez egy gasztró borcsalád inkább. Itt is van egy fehér, a Sauvignon Blanc, egy rozé küvé, illetve egy hordós vörösborok. A prémium borcsaládunk a Zichy borcsalád, ide hosszabban érlelt, komolyabb vörösborok tartoznak. Illetve van egy negyedik borcsaládunk is, ez nem minden évben jön ki, csak az általunk legkiválóbbnak tartott évjáratban, ez a Twickel Baroness sorozat. Ez épp most jött ki az új évjárat, ezt majd a szüretén meg lehet kóstolni.